Decs, Gyöng, Iregszemcse, Nagydorog, Szakály. Ezekben a tornamegyei körzetekben a fogorvosok csökkentett óraszámban helyettesítéssel látják el a betegeket, de az ország több részén vannak ténylegesen ellátatlan körzetek is, ahol a lakosság egyetlen egészségbiztosítási szerződéssel rendelkező fogorvoshoz sem tartozik. Az Állami Egészségügyi Ellátóközpont adatai szerint júniusban a fogorvosi alapellátásban 11 praxis szerződése szűnt meg. 3 hónap alatt a tartósan betöltetlen fogorvosi praxisok száma 53-mal nőtt. Nagy Ákos, a Magyar Orvosi Kamara alelnöke azt mondja, az üresen álló praxisok csaknem 851 ezer ember fogorvosi ellátását érintik hátrányosan. Véleménye szerint az alulfinanszírozottság miatt van ennyi betöltetlen fogorvosi praxis. Ráadásul az országos egészségbiztosítási pénztár pontosan ugyanannyit fizet annak a fogorvosnak, aki saját ingatlanban, saját eszközeivel látja ezt a feladatot, mint aki önkormányzati ingatlanon, önkormányzati eszközökkel dolgozik. Egy új rendelő felszerelése azonban sokba kerülhet. A legtöbb fogorvos az a saját eszközeivel dolgozik, sőt a fogorvosoknak 30%-a saját ingatlanjába is dolgozik. Ez azt jelenti, hogy ha kiköltözik egy fogorvos az épületből, elviszi a saját felszerelését, ugye nem tudta eladni a körzetét, akkor lehet, hogy az önkormányzat rendelkezik a 4 falat, de egy új rendelő felszerelése az 10-20 millió forintba kerülne. Jelenleg 42 milliárd forintot fordít a kormányzat a fogorvosi ellátásra. Tárgyalások folynak arról, hogy ezt a forrást növeljék. Ott tart a rendszer, hogy közel a kétszeresét kéne betenni. Tehát ha ezt a fogászati csomagot, ami ma Magyarországon él, ami azért Európán belül egy nagyon jó fogászati csomagnak mondható, ezt meg szeretnénk tartani minden részével együtt, akkor körülbelül olyan 82-83 milliárd forintos fogászati kasszára lenne szükség. Nagy Ákos úgy véli, nem csak a praxisok finanszírozottságával van gond, hanem az eszköz és amortizáció finanszírozását is rendezni kell a tulajdonjogi viszonyoknak megfelelően. Valamint a betegeket is ösztönözni kellene véleménye szerint arra, hogy időben menjenek fogorvoshoz.